esethez indul a rohamkocsi a nyíregyházi mentőállomásról. A korszerű mentőautót nemrégiben kapta a megyeszékhely. Az új mentőautók beszerzésének köszönhetően nem csak országosan, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is jelentősen megújult a gépkocsi állomány. Ide is megérkeztek az új mentőautók az elmúlt években, illetve ez évben még az országban 117 új mentőautó fog átadásra kerülni, és ebből 21 darab még szeptember hónapban átadásra kerül, és ebbe a régióba is érkezni fog. Ebből a gépjárműparkból is 3 autó még szeptember hónapban, ezek esetre rohamkocsik lesznek, és innentől kezdve átlagosan úgy kell számolni, hogy hetente 5-6 ilyen új mentőgépjármű gördül le majd a gyárnak a szerelő csarnokából, és így év végére, jövő év elejére a 117 új mentőautó is átadásra kerül. Így az elmúlt éveket tekintve több mint 670 új mentőautó került az Országos Mentőszolgálat flottájába. Az új járművek mellett országosan közel 1 milliárd forintból új munkaruhát is kaptak a mentősök. Évvégéig pedig az ország összes rohameset kocsijának a mentéstechnikai eszközét is korszerűsítik, illetve az elektronikus szolgálati térhez történő csatlakozás biztosítása érdekében 800 tabletet kapnak az országos mentőszolgálat járművei. Ezek olyan mentőautók például, amelyek esetrohamkocsi szintre érkeznek a mentőszolgálat gépjármű parkjába, amelyek a világon bárhol megállnák a helyüket, mind a kialakításukat, mind pedig a egészségügyi felszereltségüket tekintve. A tabletrendszerre, az elektronikus rendszerre történő átállás pedig egyrészt dinamizálja főleg az adatszolgáltatást, másrészt olyan információk elérését teszi lehetővé a mentőegységek számára, amire eddig nem nagyon volt lehetőség, és gyakorlatilag a gyógyintézettel együtt tudnak egy teljes korrekt egészségügyi dokumentációt felépíteni. Az országos mentőszolgálatot érintő fejlesztések annak is köszönhetők, hogy a kormány a mentésre 8 év alatt 74%-kal tudott több pénzt fordítani. Ezt Rétvári Bence parlamenti államtitkár mondta a szeptember elején Budapesten rendezett mentőnapon. Megnézzük, mennyi volt 2010-ben a mentőszolgálat költségvetése, és mennyi most, akkor azt látjuk, hogy 74%-kal több, 22 milliárd forintról közel 40 milliárd forintra nőtt az, amit évente mentésre fordítunk. És nagyon fontos, hogy rá nem lehet ismerni szerencsére most már a mentőautókra sem. 8,5 évről 5,5 évre csökkent a mentőautóknak az átlag életkora. Emellett fontos volt a béremelés. Itt az elmúlt években az átlagos egészségügyi béremelésen túl még egy plusz 10%-os béremelés volt a mentőknél, tehát itt nem csak a 61 néhány százalékos ápolói béremelés volt, vagy a 200.000 forintos orvosi béremelés, hanem egy többletet is tudtunk a mentősök számára biztosítani. Rétvári Bence hozzátette, a hatékony ellátás érdekében az elmúlt években 104 mentőállomást is felújítottak, és 31 épült újonnan az országban.